Vantit Podcast, az idén 26 éves Vantit magazin beszélgetései a popkultúra körül. Sziasztok, ez itt a Vantit Podcast, a mai vendégünk Göcej Zsuzsa, akivel rádiós pályafutásáról fogunk beszélgetni. A mikrofon túlsó felén Németh Róbert és Bihari Balázs. A kóla is nekem olyan, hogy amikor először hozott valaki, mondta, úristen, kóla. Szóval ez az. Mondta, ez az? Azt hittem, hogy valami nagyobb szám. Mikor itt el először kólát? 60? Megáll az olyasmi. Idő film. Az olyasmi. 62. Apám hozta Londonból, igen. Szép a széked, szóval a bőrrel. Igen, ennek a széknek az a története, és ráadásul ez kapcsolódik is valahogy hozzád, hogy ez Klári nénié volt, illetve ez az egész szett Klári nénié volt, aki Szendrei Karper Lászlóék mellett lakott, Pali bácsival, mert ugye ez egy leválasztott villalakás volt az Andrássy úton, az egyik felében laktak Szendrei Karperék, másikban pedig Klári néni és Pali bácsi. És ez gyakorlatilag valami fajta örökség. És hát ugye Szendrei Karper László, gitárművész, neked a tanárod volt, gitártanárod. Én ilyen nosztalgiából el szoktam menni előtte, most, hogy mióta a Bencz úr utcai munkahelyem van, és egyszerűen nem ismerek rá. Én sokat jártam abban a lakásban, mert ott volt, amikor nem a konziban volt óra, akkor ott volt a gitáróra, amit én tanultam, klasszikus gitárt. De előtte zongorázni is tanultál, én úgy emlékszem. Hát igen, de az púp volt a hátamon, azt nem szerettem. Béreltünk zongorát, képzeld, ilyen volt, egy ilyen nagy barna zongorát, és ahhoz képest elég jó voltam, volt egy nagy-nagy néni, apámnak valamilyen ágon rokona, aki Bécsben tanult zongorázni, Mici néni, és szörnyen dadogott, és nagyon jól tudott zongorázni, és ő kezdett el tanítani engem, aztán gyerekkórus, aztán jött a Szendrei. És akkor jött, mint de teljesen párhuzamosan jött a gyerekkórussal? A gyerekkórusban a gyerekeket azzal fizették kvázi ki, hogy ingyen tanulhattak bármi hangszert. És akkor nekem nagyon megtetszett a Szendrei, nagyon szép ember volt, és úgy kezdte a karrierjét, hogy oda járt tanítani. És akkor én gitározni akarok. Acélhúros gitárom volt, totál tönkre mentek az ujjaim. De ez még az 50-es évek vége kb., nem? Aha, olyasmi, igen. Te alapvetően egy ilyen nagy generációs csaj vagy. Igen. Tehát, hogy milyen lehetett így megélni mondjuk így a 60-as évek elején azt, hogy mondjuk hogy például a beat zene beköltözött így a mindennapokba, tínédzser lány számára milyen lehetett, aki egyébként eredetileg mondjuk komoly zenében utazott? Én végig komoly zenében utaztam még akkor, mert énekeltem a kórusban, hát ott persze, hogy azt kellett énekelni, ami a repertoár volt. Még a tévében is elmentünk szerepelni, élő adás volt, nagyon édes volt, egy ilyen hatalmas stúdió. Egyik sarokban be volt rendezve a Túrós Lukácsnak ilyen élő főzőműsora, másikban az Ádám jön, az irdatlan nagy pocakjából, hogy híres népzenekutató volt. Neki kellett énekelnünk. Úgyhogy akkor néztük, hogy készül a kaja, és akkor mentünk oda az Ádám Jenőz, és énekeltünk ezt, mert mondom. Ja, hogy én komoly zenében éltem, és ha beat, akkor a testvérem, aki szegényke most augusztusban halt meg, ő járt a metróba, mert az közel volt mi hozzánk, és nagy metrós volt. Én megjártam a konziba, és volt egy nagyon felvilágosult, utóbb megtudtam, ilyen 56-os cselekedetei miatt ki volt cseszve a rádiózenei osztályáról, és összhangzattan tanított a konziban. És hát az összhangzattan ez egy elég exakt tárgy, gyorsan túl lehet esni, hiába volt rá két iskolai óra megadva, ami másfél óra, úgyhogy 20 perc alatt lement az 1-4-5-1, meg a különféle akkordok, meg ilyesmi, és utána mesélt a Huzella tanár úr, és mint kilökött rádiós, hozott egy hatalmas magnót, és akkor tanította nekünk
a Porgy és Best. De mekkora nagy dolog volt, hogy bevitt mondjuk egy Magnót? Hát óriási volt, óriási volt. Ő egy lenyűgöző pasi volt. Ő a Huzella család, tehát a Kalákás Huzellának. A Péter apukája volt, igen. Aha. És akkor ő hozott Beatles felvételeket összhangzattanra. Azt mondja, hogy egész nemzedék ezért őrül, akkor nektek is kell ezt tudni. És akkor kis finnyás klasszikus zenészek imádták. Úgyhogy nekem így jött. Ugye van egy kortársad, aki teljesen másban utazik, az a Snyksen Vanda. Igen. Aki ugye szintén zongoraművésznek készült eredetileg, aztán közben ugye grafikussá ugye bekerült a kisképzőre, aztán felvették a kisképzőre, de hogy amikor a Brody megkérte, hogy az Illésnek a dolgait csinálta, akkor tehát, hogy azt mondta állítólag egy interjúban, hogy hát úgy nézett rájuk, mint az Illéseknek, mint a büdös tojásra. Tehát, hogy mert hogy ugye annyira nem volt, igen, ilyen kapcsolódási pontja, igen, akkor még így a könnyű, tehát egy a beat zenével. Tehát akkor voltak ilyen átmenetek gyakorlatilag. Ami nekem a viszonylagos fordulatot hozta, elvégeztem a zeneművészetinek a tanárképzőjét, mert az volt a legmagasabb fokam, amit el lehetett klasszikus gitárral végezni. Azt nem is szerettem már annyira, mellesleg szólva, de mindegy, azért elvégeztem. Úgyhogy előtte még vicces, hogy a Vandát említed, mert nekem nagyon ügyes volt a kezem. Rajzoltam, akkor azt gondoltam, hogy nem megyek én a zenére tovább, hanem megyek az iparművészetire belső építésznek. Nem volt jobb ötletem, és beadtam a jelentkezést, és azt mondták, hogy kell hozzá egy év szakmai gyakorlat. Meggondoltam, inkább iskola. 69-ben végeztem. És akkor majdnem gitártanár lettem valahol Piripócson, mikor elméletileg levélben szerződést kötöttünk, és elmentem, azt hiszem Ceglét Karcag valamilyen bús, alföldi hely, és akkor elmentem a zeneiskolába megnézni, hogy hova fogok járni én, és hát az valami tragédia volt, hogy fél órát kellett menni a vasúttól az iskoláig, poros volt, koszos volt, kietlen volt. Hú, gondoltam, nem, én nem akarok önálló lenni, az volt a célom, hogy lepattanjak a szülőkről, de gondoltam, akkor mégse. Úgyhogy azt írtam a levélben, hogy bocs, apukám nem engedi, vagy valami ilyeség. De akkor hogy kerültél a rádióhoz? És akkor nem volt jobb ötletem, hogyha úgy is járok. Ja, és azt elfelejtettem mondani, hogy közben, mint anno a Szendrei minket tanított, én úgy mellesleg a konzi és a főiskola mellett tanítottam ezeket a rádió gyerekkórusos gyerekeket gitározni. Aha, tehát megörökölted gyakorlatilag a Szendreinek a... Olyasmi. Aha. Olyasmi. Tehát én gyakorlatilag mindig bejártam a rádióba gyerekkoromtól kezdve, és akkor gondoltam, talán ott kéne valamit megpróbálni, és akkor megpróbáltam, és elsőre technikusnak jelentkeztem, mert nem tudtam, hogy kivel beszéljek. A műszaki főnök, aki vizsgáztatott, meg kellett hallani, hogy milyen minősége van egy elkészített felvételnek, sok magas, ilyesmi. És lehet, hogy jól válaszoltam, mert akkor állítólag szólt a zenei főosztálynak, hogy van itt egy jó fülű csaj, hogyha van üresedés, akkor ne felejtsétek el. Zárójelben, mikor gitároztál utoljára? Jaj, ne is mondd, mert engem kalandos 10 év után fölvettek a zenei főszerkesztőségre, könnyű zenei szerkesztőnek, és akkor annyira érdekelt az új meló, hogy, és előtte meg folyton tanítottam, mert hogy külsőztem a rádióban, és hogy legyen rendes munkakönyves állásom, tanítottam. Mert hogy akkor nem vettek még fel a rádióba? Nem, külsőztem. Aha. Külsőztem. És elég népszerű lettem elég rövid idő alatt, úgyhogy az egy gyümölcsöző 10 esztendő volt, és amikor 1980. februárjában fölvettek, akkor gondoltam, na, most félreteszem a gitárt, és ha majd ezt a melót elunom, akkor fogok gyakorolni. Hát az nagyon sok idő volt.
Az sok idő volt. És aztán elővetted? Elővettem, de azt ne tudd meg milyen. Akkor még azt gondoltam, hogy a fejből nem megy ki, de az izmokból kimegy. Úgyhogy szenvedtem, mint a kutya, nem tudtam megcsinálni, amit 10 évvel korábban meg tudtam csinálni. Én ilyen Bachokat játszottam, gyönyörűeket, ilyen átirat csellószitek át vannak írva többek között, meg lancitek. És mi az, nem tudom megcsinálni, és akkor félreraktam, és most már azt mondom, hogy ha majd ezt a munkámat is elveszítem, hogyha már öreg leszek, de biztos, hogy az még borzalmasabb élmény lesz. Ugorjuk vissza még szerintem a 70-es évekbe, hogy kikkel kezdtél ott dolgozni? Egyáltalán milyen volt így a Magyar Rádió abban az időszakban? Ezt olyan nehezen szálazom már széjjel, amikor mi a Kornis Mihállyal összejöttünk, ez 88-ban lehetett, volt. Abban az volt a vicces, hogy köztünk 1 év különbség van, tehát ugyanazokat az 50-es évek dalait, amiket akkor játszott a rádió, ugyanazokat ismertük, és mind a kettőnknek kb. Ugyanazt jelentette. Aztán a 60-as évek, akkor már úgy indult, emlékszel, vagyis biztos olvastad, hogy a táncdal fesztiválok, és akkor robbantak az illések, és ezek a fiatal gyerekek, akik a hagyományos tánczené, azok hatalmas emberek voltak, tanult zenészek, és kurva jók. Yeah. És akkor jöttek ezek a beat gyerekek, és úgy lassan úgy összemosódott a dolog. És én, amikor a 70-es években már külsősként, hogyha valaki elment a zeneiről Szabira, akkor besegítettem, akkor én már többet tömtem ezekből a fiatalok zenéiből. Azért, mert én forgatója lettem a Komjátinak. A hallgatóknak elmondott, hogy mit jelent egyáltalán a forgató? Ezen voltak különböző ilyen stációi ott a műsorkészítésben. Igen, ahogy amikor megszólaltatható a műsor készül. Tehát a Komjáti ült a harmadikon a szobájában, adott egy listát nekem, hogy milyen zenéket fog a műsorába beszerkeszteni, Zsuzsi szépen ment a kartontárba, ahol minden felvételnek megfelelt egy karton. Ez most is kb. Így van, csak digitálisan. És akkor annak alapján összeállítottam, elvittem a szalagtárba, holnapra kiszedték nekem, és én holnap mentem, és vittem le a 2. stúdióba, ott szokott dolgozni a Komjáti, és akkor 8-tól 4-ig övé volt a stúdió, és vett föl egy csomó műsort, és tehát én voltam ez az ember, akinek megmondta a szerkesztő, hogy mit kér, oda vittem, és akkor, mint hogy én tudtam a sorrendet, akkor raktam föl a gépre. Ezért ez bonyolódott később azzal, elég hamar elkezdett bonyolódni azzal, hogy jöttek be a külföldi lemezek. Volt egy külkeres, a Mészáros urak mindig ilyen bőr diplomata táskában hozta be a legfrissebb kis lemezeket. De ez ilyen hivatalos megbízás hát volt, így a rádió? Hát fél hivatalos, állítólag még volt ott valami egyéb megbízatás is, hát nem tudom micsoda. Én csak azt tudom, hogy megjött a Mészáros, hozta a Billboardot, meghozta nem tudom, New Musical Express-t, és akkor a Tardos Péter annak alapján megírta a Vasárnapi Koktélt, mert ő tudott több nyelven. Én akkor tanultam, 70-es években tanultam angolul. Előtte a gimiben németül tanultam, ami szépen lassan lekopott, és rájött az angol, most az kopik, ugye, mert nem nagyon tudom használni. Egyébként azon, hát az a legszomorúbb, de tényleg azt nagyon sajnálom. Megszoktuk, hogy utáljuk az oroszt. Igen. Én első-második gimiben, amikor a papám nem engedte, hogy a zenei gimnáziumba járjak, noha délutánjaimat a konziban zeneórákkal töltöttem, akkor egy olyan osztályba kerültem, ami orosz tagozatos volt, egy anyanyelvi tanár volt, minden nap volt orosz óra. És én 2 év alatt úgy megtanultam oroszul, mint az álom. Úgyhogy amikor átiratkoztam a zenegimibe,
és a főiskola, soha többé egy hangot nem kellett tanulnom, mert annyira jó volt, és úgy felejtettem el, hogy a szívem szakad érte. Úgyhogy már nem tudok ciril betűket olvasni, írni pláne. Mészáros újra visszatérve, ő így hetente szállította be? Vagy, rendszeresen, vagy... rendszeresen hozta. Mert... Ő volt az első forrás, úgy emlékszem. Mert én is úgy emlékszem, meg pár adással ezelőtt Szűcs Laci itt volt a Mahasztól, és ő is úgy emlékezett, hogy Gomjátinál friss zenék szóltak. Igen. Ez praktikusan úgy nézett ki, hogy egyrészt volt, hogy amikor a vasárnapi koktél, mindig csütörtökön voltak a felvételei a vasárnapi műsoroknak, illetve a Komjáti műsoroknak, akkor volt, hogy kislemezről játszottuk be, de hogyha nem fért be mind a két órás, talán két órás műsor volt minimum, egynél több, de talán kettő, akkor volt rendszeresítve egy kolléganő, aki ilyen nagy 40 perces szalagokra átjátszotta ezeket, és akkor lektor cédulát írt róla, szerző cím, előadó, aztán később a Bocsánat, a címet akkor angolul írtátok rá, vagy magyarul? Ő neki le kellett másolnia, tehát az eredeti megvolt, és akkor a Tardos, aki írta a Komjáti Gyurinak a műsorok szövegeit, konfszövegeket, prakticát, ő lefordította, mert köteles volt lefordítani, úgyhogy ha ő tévedett, akkor tévedve volt. Tehát akkor gyakorlatilag a Tardos Péternek köszönhetjük, hogy mondjuk a tánzenei koktélban a magyarul voltak leírva a címek. De igen. De azt a szokását megtartotta a rádió, mert amikor nekem a Lemezbőrze helyett műsorom 82-ben, talán elindult 81-82-ben, akkor is le kellett fordítani a címeket, ezt elvárták, és hogyha én valamit elcsesztem, az el volt csesze. Hát ott tanultam angolul, de hát ezt nem lehet megtanulni, és amit sose hallottam, egyszer a Szőnyei figyelmeztetett, hogy mekkora hülyeség ez a dumbwaiter. Én szó szerint lefordítottam a Néma pincérre, pedig az... Na mindegy, meg lehet nézni, hogy az micsoda, azóta sem tudom, vagyis tudtam, de elfelejtettem. Mondtam neked, ugye, hogy azt mondta a férjem 30 évvel ezelőtt, hogy milyen helyes öreg az, hogy leszek, mindig mosolygok, és mindent elfelejtek. Egyáltalán hány szerkesztő volt, zenei szerkesztő volt abban az időben, így a nehezett magyar kérdezel, rádióban? Nehezett kérdezel. Tehát így a te kis ranglétrád, az nagyjából így hogy nézett ki? Volt a zenei főosztály, és annak voltak különféle szekciói. Volt a könnyű zenei, akik előállítják a felvételeket, aha, és a könyvzenei szerkesztőség, akik szerkesztik ezeket, akik a műsorokat csinálják magukat. Tehát a reggeli esztrád, meg tánczenei koktél, meg szóval voltak ilyen bárkire kiszignálható műsorok, de nekem egy olyan fantasztikus főnökasszonyom volt, bizonyos Török Mari, sajnos már meghalt. Az a legédesebb csaj volt, mindig azt mondtam, hogy mindenkinek olyan főnököt kívánok, mint amilyen ő. Mert ő tudta, hogy kinek milyen feladatot adjon, és azt vasalta be. Tehát nem az volt, hogy engem belökött, ritkán azért belökött egy örökzöld dallamokba, amiktől hánytam. De tényleg, most csináltam különben a november 1-jére Klubrádióba. És akkor azt a címet adtam neki, hogy novemberi keringő, mert volt egy ilyen című szám, és egy órán keresztül mentek olyan számok, amik nem szomorúak, csak szépek. Hát nagy siker volt. Na, ezeket utáltam. Ezeket utáltam akkoriban, de most úgy jól esett. Mennyire jártál te akkoriban így koncertekre, meg így egyáltalán így ezekben a körökben, mennyire forgolódtál? Na, ezt ugrottuk át az előbb. Igen. Mert nekem van egy gyerekkori barátnőm, bizonyos Makora Klári, aki annak idején HVG alapító volt, közgázt végzett és újságíró volt, és az ő bátyja az meg szociológus. És a most javított ki valaki, tehát a Losonci Ágnes, az a szociológusok doajenje, nem tudom, hogy kell ezt nőnemben mondani, ő megbízta a Vitányit, az Ivánt, aki nem meghalt meg. Igen,
a Makara Pétert, Bácska Erikát, Váradi Lacét. Makara Péter legutóbb, amikor én a Kexről készült filmben láttam őt felbukkanni, ahol ő talán valamilyen klubot csinált, talán, vagy nem tudom, nem tudom milyen... Most akarom mondani, meglettek bízva, hogy ezt a jelenséget, mint ifjú szociológusok írják meg. És ez a könyv meg is van, és a Váradi Laci akkor, amikor a Baksa nemrégi sajnálatos halála miatt szóba került a Kex, én miattuk kezdtem el járni koncertre. Mert elmentek az első Kexre, és azt mondja a Péter, hát ilyet, és akkor jártunk a Párizsi udvar, meg Citadella, talán még Zuglóban is volt egy hely, aminek nem jut eszembe most a neve. És akkor abban a körben mozogtál te, tehát ezzel a Baksasós, meg Dolevicényi, meg ezzel a társasággal? Dolevicényivel egy szolfézsra jártunk a főiskolán, ott ült mellettem például. A többieket nem ismertem így személyesen, de hát ilyen érzelmek fűződtek a Kex zenekarhoz. Egyszerűen imádtam. Erre rá tudnék szokni. Ilyen Illésmetró, meg az később jöttek a számok, amiket meg lehetett szeretni, meg az embereket is, de mint banda, így a Kex az zseniális volt. Mészáros Mártának köszönhetjük, hogy van az a két profi felvétel, egy kis lemez. A Szép lányok ne sírjatok című filmjében szerepeltette őt is, és a család meg az elszállt egy hajó a szélben. Ez meg van szép rendes filmnyári felvételen. A rádióval is jártatok aztán így különböző koncertekre? Én emlékszem, hogy a 80-as években ez azért már így rendszeresebb volt. Meg másmilyen volt, mit tudom, az Almási téről voltak műsorok, meg ilyenek. De hogy a 70-es években születtek ilyen felvételek? A Csiba Lajos volt ennek az egyik nagy, hanem az egyetlen. Ő vett föl P-mobilt, meg Beatrice-t, azt hiszem, megrendelte a Mercit, a nagy Merc, ez a közvetítőkocsi volt, és akkor kiment, kábeleztek, és fölvették a koncertet, és nem tudom, hogy mennyi ment le belőle, azt nem tudom, de felvétel az volt. De hát nyilván ez már egy tradíció volt, amikor én bejöttem, és a 80 eleje, hát az éppen egy korszaknak a vége volt, egy másiknak az eleje, a punk és a new wave. Ti ugye a rádióban ebből mennyit érzékeltetek? De, vagy te személy szerint így mennyit érzékeltél? Hát ez olyan érdekes volt, hogy egyrészt a Komjátihoz jöttek be személyesen zenészek. Tehát én egy csomójukat ismertem személyesen, és akkor... De nekem nincs olyan emlékem, hogy a 70-es években, mint egy őrült jártam volna koncertekre. Nem tudom. Uh-huh. Talán nem. De viszont akkor így a 80-as évek elején akkor már főállású lettél. Abszolút. És hogy kaptad meg a státuszt végül? Hát az úgy volt, hogy a Kis Gyöngyi nevű volt kolléganő, ő egy Kocsis Kálmán nevű egyénnek volt a felesége. A Kocsis Kálmán az volt a rádiónak a csúcskis titkára, de kiderült, hogy egy év is volt ő, ilyen nagy kémfőnök, vagy valami ilyesmi, és akkor kapott egy kurva jó állást, a aténi nagykövet lett. És a Gyöngyi meg elment. Hát hülye lett volna nem elmenni. A Török Mari azt mondta a főnökségnek, hogy itt van a Zsuzsika, vegyük föl. De azt mondja... Ismét a Török Mari. Igen, igen. Azt mondja a faludi elvtárs, hogy de öreg, nő, és nincs felsőfokú végzettsége. Akkor kiderült, hogy hát arról nem tehetek, hogy nő vagyok, az biztos, de hát akkor még csak 32 voltam, ami azért nem olyan nagyon akkor öreg. Akkor ezt öregnek tartották? Hát nem tudom, valami kifogást akart. Én egy kicsit balhés csaj voltam különben. Ilyen lázadós. Apró dolgokban, de tényleg. Úgyhogy én nem álltam valami túl jól ennél a pasasnál. Aki egy isteni főnök volt, úgynevezett konzervatív főnök volt. Minden tudott mindenkiről. Figyelte, hogy ki mit csinál, voltak ilyen lehallgatások, készműsort bevinni, és nagyon figyelembe vendő véleménye volt. Szóval e szempontból tök jó volt. Amikor aztán megkaptál ezt a státuszt, akkor mi változott?
a rádiós életedben? Sok minden, gondolom. Hát persze, akkor be kellett járni, meg szobám lett, meg rendszeresen hétről hétre kaptam úgynevezett műsorborítékokat, ezek ilyen hatalmas borítékok voltak, amire kívülről rá kellett írni a címét, hogy mikor megy, hány perc, és benne volt a tartalom. És akkor, hogyha kaptál 6 borítékot, akkor 6 műsort kellett csinálni egy hét alatt. És hát itt megjelentek a 80-es években a te ilyen környezetedben azok a fiatal szerkesztők, akik aztán hozták azt a friss zenei választékot, vagy azt a friss hullámot, vagy azokat a információkat, amikről aztán végülis a mi generációnk szerintem pallérozódott később zeneileg. Őket hogyan szedted össze? Hát ezek szerint úgy látszik, hogy jártam koncertekre, mert akkor megbarátkoztam Szőnyeivel, megbarátkoztam a Sebőkkel, akkor voltam blúzos emberem is. Heskovics Iván. Hát ő később jött. Jaj, hogy hívták, a magyar ifjúságnál volt. Mola Gyuri. Ő is valahol Kanadában van, azt hiszem már. Akkor barátkoztam a Jobbágy Gyulával, az a neoprimitív együttesen, közgázos. Á, nem. Érdekes, hogy mindig benne van a mobilomban a telefonszámon, de szeretem nem kitörölni azokat, akikkel jobban voltam. Tehát olyan nagy mozgásba lendült a dolog, és akkor jártunk. Ja, hát akkor jött a KFT, akkor nekem örök barátom a Viktor Matyi, ő akkor a televízióban volt talán zenei főszerkesztő, mit tudom én, de nekem nagy puvárja volt, koncerteket vett föl, műsorokat csinált, és akkor volt egy ilyen utánlövése a nagy sikerű táncdalfesztiváloknak, és ott szerepelt a KFT zenekar. Hát attól ki voltunk. Szóval. Mi volt a címe annak az első daluknak? Atyaisten. Bábu vagy, ez az. Amitől meg is sértődött állítólag valami főmufti. Hogy ez nagyon áthallásos, hogy félre lehet érteni. Nem lehetett. Akkor velük barátkoztam, akkor a Galla, meg jártam az ifjúsági parkba, ott láttam a Gallát, mint GM49-et. És akkor jöttem én, hogy föl lehet venni ezeket a koncerteket, és ami használható, azt le is lehetett adni. És akkor úgy ki lehetett kerülni a hivatalos menetet, hogyha te írtál egy nótát, le kellett kottázni, beadtad a döntőbizottság, ami nem tudom, a Sanzon bizottság mennyire volt túlhatalmú, de megnézték, hogy a zeneileg rendben van, nincs a csúnya szövege, és akkor, hogyha igen, akkor kerestek 8-as stúdióban időt a felvételre, akkor elkészült gondosan a felvétel, akkor dobozba tették, akkor ugyanez a Faludi Elvtárs és a szerkesztőségek összejöttek, meghallgatták, és mondták, hogy igen, vagy mondták, hogy nem. Elég ritkán mondták, hogy nem, ha már volt bele munka feccölve. És akkor jött, tehát, hogy attól kezdve, hogy neked kipattan egy jó dal az agyadból, attól kezdve kb. 3-4 hónap, mire megszólalt volna, és a Török Mari az brusztolta ki, hogy nekem lehessenek ezek a heti rockkoncert műsoraim, mert legtöbb esetben nem volt már a zenekar, mire megszólalhatott a rádióban. És ezekkel a koncertfelvételekkel ezt az egész ilyen hosszú gyártási, meg cenzúrázási folyamatot meg lehetett kerülni? Abszolút. Mondjuk egyszer mehetett le. Mert olyan volt akkor? Nem azért, hanem ez volt a módja a protokoll kikerülésének egyszerűen. A lemezgyár egyébként ehhez így mi szólt? Tehát abban az időben, ha jól emlékszem, a Wilpert Imre volt ebben a Wilpert Boros, igen. Wilpert Boros. Vagy volt valami fajta együttműködés egyébként, így a rádió, meg mondjuk így a Start márka között? Volt, igen, hogy mi ezekkel az emberekkel viszonylag jó viszonyban voltunk, tehát kaptunk tőlük felvételeket, ők ritkábban használták a mieinket,
de hogyha elkészült a, például a Katona Klári nagylemez, azt a 8-asban vették föl, mert ott dolgozott a Kis Pista nevű zseniális hangmérnök, már nem él szegényke, és a Presser ott szeretett vele dolgozni. Ezek a koncertfelvételek, ezek mennyire lettek archiválva, igen, mennyire maradtak meg? Hát szívem, egyrészt én nem vagyok egy archivátor alkat, úgyhogy ami lement, az valahol benne van. Szóval én nem raktam el őket, de megvannak, persze, csak nincs hozzá adat. És tudom, hogy még most is járnak régi technikus kollégák, akik azzal foglalkoznak, hogy digitalizálják a szalagtárat. De amikor belegondolok, hogy csak én mennyit csináltam, és azt képzeld el, hogy ilyen félméterszel félméteres dobozban van 40 perc akvaszalag, 40 perc műsorral, és ebből nem tudom, én valami ezret biztos, hogy csináltam, vagy csak ezret, nem tudom. Nem tudom, hogy melyik pincében rohad, és hogy tudja a debreceni Géza kinyomozni, hogy az ott mi volt, és hogy érdemes-e, azt se tudjuk. És akkor ezzel párhuzamosan már készültek műsoraid is. Talán a lemezbőrze helyett volt a legelső? Vagy a rokújság? Nem, az is később jött. Először jött az aranylemezek, és gondoltam, hogy milyen baromi jó ötlet. Tényleg volt egy ilyen is, hogy igen, aranylemez. A Mécskáraj volt a hangja, emlékszem. Igen, most lett a nemzetörök művésze. Jóképű hapsi volt. A Török Marinak egy hibája volt, hogy nem engedett beszélni. Azt mondta, hogy van ez a s. Ez a beszédhibám, azt mondja, hogy ne arról jegyezzenek meg, hanem arról, hogy milyen jó szerkesztő vagy. Engem azért bosszantott, mert velem szeretett dolgozni a Sedjánszky János, aki egy kultúrember, beutazta a világot, és szenzációs vasárnapi műsorokat csinált, és annak polipja volt, ugyanez a söbetéje volt, és imádták az emberek. Igen. Mert nem arra koncentráltak, hogy kilóg a nyelve, amikor a söt mondja, meg hallatszik a levegővétel, hanem hogy mit mond. Na mindegy, hát én kénytelen voltam ebbe belenyugodni, úgyhogy azért jött a Mécs Károly, és akkor utána jött az ötlet, hogy lemezbőrze helyett, tehát a Bródy Sándor utca végén, vagy elején, ott volt szemben a Kodály zenemű volt, és ott mindig lehetett látni ilyen aktatáskás srácokat, akik azt a lemezt próbálták az utcán eladni, amit a zeneműboltban már nem tudtak megvenni valamiért. Ekkor az ilyen zenebeszerzés, vagy a... Tehát itt a 70-es évekhez képest azért lehetett, mit mondjuk azt, hogy 10 év, hogy változott valamilyen módon az információbeszerzésnek az útja, hogy milyen újságokból, milyen csatornákon értesültetek a legfrissebb dolgokról? Hát nekem azért volt jó ez a, most nevezzem udvartartásnak, mert hogy volt ilyen blúzos barátom, akkor hogyha abban a, vagy a Mola, vagy a Szűnyei, tehát mindenkinek az ízlésének megfelelő zenét tőle lehetett megkapni, és vagy megvolt a rádiónak, aztán a 80-as évek második felében már olyan nagy lazulás volt, hogy a Bétóttal mi járhattunk ki havonta Bécsbe lemezt venni. Az nagyon jó volt. Én nem tudom, hogy oldották meg, de akkor már a rendszernek nagy lazulása volt. Úgyhogy konkrétan zsebbe kaptunk valutát, elszámoltunk vele, meg piros útlevél, és mentünk. Volt nekem egy barátom, aki küldött telexen meghívó levelet, és az elég telexen volt. Hát telexen. Ha már külföld, és nem pár mondott előtte beszéltünk a koncertfelvételekről, emlékszem egy 87-es külföldről közvetített Európa Kiadó koncertről, amit a Melkvégből közvetített a Magyar Rádió. Ténylegesen, de én nekem ahhoz nem volt. És ez ráadásul azért volt érdekes, mert a valamilyen magyar, nem tudom milyen program keretében játszott ott az Európa Kiadó, és az egyik dal talán a Megalázó durva szerelem közben Mennyhárt Jenőnek elromlott a gitárja, és ez egy ilyen nagyon különös dal felvétel, ugye a Dönci nem tudom, 8 percig gitár szólózik, amíg ott szerelik a... Szóval, hogy akkor már volt ilyen is. Volt ilyen is, kerékcserére ki kellett állnia.
És hogy, tehát, hogy menjenek is voltak. Hogy igen, ekkor volt már ilyenfajta lazulás egyébként a működésben? Mi végig benne volt, a Magyar Rádió benne volt az EBU-ban, az az Európai Broadcasting Union, igen. Ez később is benne volt. Igen, még nem tudom, az még van egyáltalán? Lehet, hogy nem van. Tudom, én amikor ott dolgoztam a Petőfibe, akkor volt még. Aha, de szerintem egyébként... Szerintem egyébként még talán... Lehet, hogy annak a keretében lehetett ez a koncert közvetítés is, meg minden. Emlékszem, Ljubljanában még fesztiválok voltak, de nekem ahhoz nem nagyon volt közöm. Valamikor a 83-ban Reflex Club jártunk, mint koncerthelyre a Kertészeti Egyetem klubjába, az egy híres klub hely volt, azt szerettem is. Hogy akkor ott elkezdtünk nem élő műsort, hála a jó Istennek, hanem ilyen nyilvános műsort, hogy közönség előtt kiül az Erdős Péter, a Schuster Loránt, akkor arról volt szó, hogy neki nincs lemeze, hogy nem szabad kiadni lemezt, és akkor volt még egy pár ilyen, aki igazságtalannak érezte, hogy nem csinál lemezt neki az MHV, és akkor azt fölvettük a hosszú beszélgetéseket, és akkor én beültem a szobába, és hetekig vágtam, az borzalmas volt. Képzeld el, hogy tényleg ezekre a 40 percesekre van, aha. És akkor olló, ragasztó, tudni kell, hogy mi maradjon, mi nem maradjon. Hát az valami iszonyat meló volt, úgyhogy ebből talán 4 műsor volt, amikor azt mondtam, hogy könyörgök, ne. És akkor kitaláltuk ezt a rock újságot, mert Uramisten, akkor volt, hogy a Lévai Júlia Poptikát csinálta, emlékeztek arra? Egy szám jelent meg összesen. Igen, igen, de ez az is a 80-as évek első 82 volt. Akkor nekem volt egy pasim, aki a Németh Károly nevű fontos elvtársnak volt szövegírója. Én irodalmár volt, és tudom én, de... Szóval furcsa volt, hogy mi barátkoztunk, de minden esetre ő hozta, mondta, hogy az XY elvtárs azt mondta, hogy amíg én itt vagyok, addig nem lesz rock újság. És akkor nekem ezt visszamondta, és mondtam, hogy rock újság lesz a címe. És megindokoltam, hiszen van. És itt van az elvtárs, nincs itt az elvtárs. Volt népzenei hangos újság, meg... klasszikus zenében mi is van. Mindegy, szóval mondtam, hogy miért ne lehetne rock újság is, és akkor elfogadták, és lehet csak én tudtam, hogy miért, úgy rögtünk. És hát ugye ez havonta volt. Eleinte havonta volt, igen, aztán megint az, hogy ne beszéljek. Akkor a Györfi Miklós szegény 2 éve halt meg, rangos, meg a Albert Györgyi bedolgozott, hozzám dolgozott be először, én fedeztem fel, olyan kis csicsergő hangján, ott volt az angol szekcióban, és mint a kis tank minden sztárral csinált interjút. Igen, tényleg az volt, hogy a külföldiekkel mindig Albert igen, Györgyi igen, volt. Igen, akkor a Frey Tamás is bekéreckedett, szóval ez egy fontos műsor volt. Érdeke. De aztán te is megszólaltál benne, én úgy emlékszem, hogy legalábbis volt valami rovat, amiben lazítottál a dolgokat. Lehet, már nem emlékszem. Lehet, ez már később volt, így 80-as évek második felében. Egy kicsi rovatot kitaláltam, lehet, hogy arra emlékszel, hogy állítólag olyan popplegykák. Lehetséges, igen. És akkor jött az Iván az angol szekcióból, hát az egy nagyon komoly barátság. De Herskovicsnak azt hiszem a papája is rádiós volt, vagy újságíró igen, volt, igen, valami igen, ilyesmi, ugye? Igen. És ő, tehát valahogy így kerültetek kapcsolatba, vagy persze, mi volt? Persze, rajta keresztül, Uramisten. Egyszer csak azt mondja nekem, nem tudom, 84-85-ben a Bors Jenő, hogy nem akarok-e kimenni a Midemre. Mondom, de. és akkor ott az ő csapatukba befértem én is, egy büdös fillért nem kaptam, piros útlevelet kaptam a rádiótól, és ilyen előkelő szállodákban lakhattam, de hát az szörnyű volt, és ugyanígy jött a Herskovics Pali is, hogy mindig kellett nézni, hogy mikor van valami sajtótájékoztató, mert akkor utána büfé van. És itt a sáskák mentünk zabálni, annyira kínos volt.
Annyira kínos. De így ott voltam 4 vagy 5 mindenben. Szóval, és akkor mondja a Pali nekem, aki egy olyan édes, nyitott faszi volt, hogy az ő fia hogy szereti a zenét, és akkor így elkezdtünk barátkozni az Ivánnal, és akkor valami üresedés volt, és akkor befociztam őt a zeneire, hát az neki a mennyország volt, és jöttek a jó ötletei. Hát ő egy tudományos alapon zenét tanuló, megtanult, angolul úgy tanult meg, hogy a Beatles-t hallgatta és fordította, és Isten ilyen tud, és megy utánuk, az most is ilyen Barta őrületben volt tavaly. És hát Marton László távolodó is így került a távolodó képbe, aki ugye nekünk Antid magazin kollégánk. A távolodó. Az már nekem úgy jött, amikor a Kornissal összejöttünk, tehát ez 88 után volt, mert a Tilman Józsi az a esküvői tanunk is volt a feleségével. Ő hozzájárt a távolodó, úgyhogy mi ott ismerkedtünk meg Hidegkúton a távolodóval. És ugye volt a ugyancsak nagyon híres albumajánlat, vagy albumajánló, albumajánlat, ugye? Az Ivánnak. Igen. De hogy az is a ti, nem tudom. A Mikér. Igen. Ami ugye az is egyfajta ilyen forradalmi dolog volt, hiszen ott teljes lemezeket lehetett fölvenni. Hát, ha nem haragszol meg, a forradalmi ebben én voltam, hogy pofátlanul nyomtam le komplett lemezeket legjobb minőségben, a Reinte harmadik műsor, aztán Bartókon, aztán Petőfin, mikor az is jól sztereó lett. Azt úgy nem lehetett volna, nem szabadott volna, de lehetett. De egyébként igen, ez fölmerül a kérdés, hogy hogy lehetett teljes lemezeket leadni a Magyar Rádióba. Senki nem szólt ellene, úgyhogy én csináltam. De tudom, hogy ezt nem illett volna kereskedelmileg. Szóval ez nem az én dolgom volt. Nekem volt ez az ötletem, megvalósult, és senki nem mondta, hogy ezt ne csinált. Ebből az időszakból egyébként kik voltak így a kedvenceid, amire úgy emlékszel, mondjuk így a 80-as évekből, akár külföldi, akár magyar, kik voltak, akik úgy... Mert mondtad, hogy a Kex nagyon megérintett. Igen. Vagy aztán a KFT, de hogy még kik voltak, akikre emlékszel, hogy tényleg ilyen nagy hatással voltak rád? Hát egy a regét imádtam. Akkoriban halt meg, 81-2-ben halt meg a Bob Marley. Aztán... Le is adtad a koncertlemezét, fölvettem. Igen. Hú, olyan nehéz erre visszaemlékezni. Régen azt mondtam, azt találtam ki, hogy én olyan vagyok, mint egy matróz, akinek minden kikötőben van egy csaja, hogy folyton úton vagyok, és egy darabig ezt szeretem, aztán más szeretem. A Laurie Andersont nagyon bírtam, azt egyszerűen nagyon bírtam. Akkor akik jöttek ide, Tina Turner, meg a Talking Heads, David Byrne, akkor mint hogy ő érte, oda voltam, akkor megjelent pár lemez az ő kedvenc brazil zenéjével. Hát azok milyenek. És akkor ugye elkezdtem ilyen világzenének nevezett irányokat. Én ezt valahogy úgy fejtem fel, hogy én akkoriban a Hajnóci Csabához jártam gitározni, tanulni, és a Csabánál láttam azokat a lemezeket, amik egy részét, amiket mondjuk később te lejátszottál, tehát ilyen Womed, meg ja, ilyenek, igen. Peter Gabriel, meg Jussundur, tehát Jussundur. Igen. Ilyenek. Ezek így nagyon hamar bekerültek. Látod, az előbb elfelejtettem a Csabát említeni, hát mi évekig, neki volt egy rovat a Rokkújságban, az volt a cím, hogy Csak a zene. És akkor tudományos kis értekezést csinált 10 percben. Jártál akkoriban így koncertekre, tehát emlékszem, a Márton Andris szervezett Derplánt. Igen, és én emlékszem például, hogy ott voltál a Derplánon. Hívtak is ezekre, vagy pedig így mentél magadtól? Nem, csináltuk egy ilyen kis társaságot ezzel az osztrák kapcsolattal. Ők hozták ide, Drádi Vábel, ha emlékszel, volt igen. Egy ilyen... Petőfi meg a, igen. Meg volt az olasz, Biszka. A Biszka, tehát ahogy jártunk ki lemezt vásárolni,
ott az egyik srácnak ilyen, ő egy lemezdisztribútor volt, és zseniális, különleges lemezeket lehetett tőle venni. Ez volt az a koncertszervezés. Márton benne volt, meg én, meg a Herskovics. És ez hány évig tartott egyébként? Addig, amíg az egyik srác közülünk, az osztrák srác, a Roland, le nem bukott valami hasis szállítmánnyal. Tényleg ott úgy becsapták, hogy borzalmas, mert mondták, hogy csak el kell menni, volt egy ilyen nagy papucs Citroen-je, hogy Algériába ide. Algéria, igen, az volt, szembe Gibraltárra, ami a Algéria van, ugye? Marokkó. Hogy hova kell menni a cuccért, és hogy hova kell tenni a Citroen-ben, hogy ne vegye észre, és hogy át fognak engedni, és abban a pillanatban elkapták, és nyilván azt is, akitől ő hozta, és akkor szörnyű levél, hogy most itt vagyok az Áristomba. Nekünk egészen ismeretlen világ volt, én nem is tudtam, hogy ilyesmivel szórakozik. És akkor itt most el is vágnánk a beszélgetést, folytatjuk a következő héten. Göcei Zsuzsával beszélgettünk. Sziasztok! Sziasztok! A Vantit Podcast az NK a hangfoglaló program támogatásával készült. Iratkozzatok fel csatornánkra!